Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint. Ez a felvétel április 1-én jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Mula holdházban mozog. A Mula holdház az jelenti a gyökereket, az őseinket, az alapokat, a biztonság érzetét, amikor fontos az, hogy hogyan tudnánk kiépíteni valamit. Kell a biztonság érzete minden életterületen. Ezen a napon a Merkur bolygó az Asvini holdházban van. Merkur bolygó jelenti a cselekvéseket, beszélgetéseket vagy szerződéseket. Azért fontos megemlíteni ezt az Asvini holdházat, mert itt a gyógyító erőről van szó. Vagy azt is jelentheti ez a Merkur mozgás itt ebben a holdházban, hogy ezen a területen dolgozol, és most vannak lehetőségek, tudsz változtatni a munkán, lesznek cselekvések, vagy kapsz egy szerződést, ha ezen a területen dolgozol. Tehát az Asvini holdház jelenti a gyógyító erőt. Bizonyára tudjátok azt, hogy a múlt héten beteg voltam, elkapott egy ilyen vírus, ilyen hasgörcsök voltak nálam, de most már jobban vagyok. És ez alatt az idő alatt elgondolkoztam azon, hogy mennyire fontos az egészség. Ha egészségesek vagyunk, akkor nem is gondolunk erre, de ha elkap egy ilyen betegség, akkor bizony töprengünk azon, hogy mit lehetne annak érdekében tenni, hogy megmaradjon az egészség, vagy mit tudnánk tenni, hogy legyen gyógyító erő. Ez alatt az idő alatt nekem úgy eszembe jutott, hogy mennyire fontos a négy elem, a föld eleme, a levegő eleme, a víz eleme és a tűz eleme. És én ezt gyakoroltam is. A föld eleménél odafigyeltem arra, hogy mit eszek és mennyit eszek. Különösen, amikor ilyen gyomorbetegségről van szó, tehát ez is fontos volt számomra, ilyen kis adagokat, de úgy választottam ki, hogy inkább zöldségféléket ettem, kevesebb húst ez alatt az idő alatt. Azon kívül fontos volt az is, hogy észrevegyem a természetet. Ennek a szépségét, meg azt is, hogy milyen gyógyító növények vannak. És ami a víz elemét illeti, odafigyeltem az érzelmeimre, hiszen feltettem a kérdést, mitől van ez a betegség, mi az, amit nem tudok feldolgozni, ami úgy nyomaszt, vagy félelmeket vált ki, azonnal rájöttem, hogy ezek a politikai események. Túl sok politikai hírt hallgattam meg az utóbbi időben. Érdekel a politika, de ez nem tesz jót nekem. A
Férjemmel megbeszéltük, meg eldöntöttük azt, hogy kicsit odafigyelünk a politikai eseményekre, hogy tudjuk, hogy mi van a világban, de csak röviden. És más dolgokat nézünk, például ilyen szép tájakat, vagy zenei, művészi alkotásokat, vagy valamilyen történelmi eseményeket, de nem politizálunk. Úgyhogy ezt lezártuk, mert ez nem tesz jót. Nekem se, neki se. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Gondolom, hogy sokaknál félelmeket vált ki, ami most úgy történik a környezetünkben. Azon kívül odafigyeltem a tűz elemére, hogy kell egy kis mozgás, meg a melegség. Itt a ház körül kicsit sétálgattam, hogy legyen meg a mozgás, a vérkeringés, azon kívül, hogy ügyeljek a szívemre, hogy mi az, amit szeretek, amit kedvelek, hogy az álljon a középpontban. Az lelkesít, ez is összefügg természetesen a tűz elemével. Azon kívül rájöttem arra is, hogy mennyire fontos a levegő eleme, hogy kicsit kin legyek a szabadban, a friss levegőn, mélyen tudjak lélegezni, és rájöttem arra, legalábbis nekem ez jót tett, hogy mindezt egy hangba kell hozni. A tűz elemét, a levegő elemét, a víz elemét és a föld elemét. Visszatérve még a víz elemére, most ilyen gyógyteákat iszom, vagy ilyen forrásvizet. Most átálltam erre, hogy forrásvizet iszom. Szerintem ennek is van gyógyító ereje. Hogy mi a véleményed erről, leírhatod nyugodtan a kommentárba. Április 1-én a Hold és Mars bolygó egy jó kapcsolatban van. Ez kihat különösen a férfiakra, hogy itt lesz mozgás, lesznek változások, és a férfiak most nyitottak érzelmekről beszélni. Vénusz bolygó most nagyon jól érzi magát a halak jegyében, van egy szép, erős Vénusz energia, ami kihat ránk hölgyekre, vagy egy kreatív tevékenységre, vagy a párkapcsolatra, a szerelemre, egy szép szerelmi energia. Itt most megvannak a vágyak, az elképzelések, az álmok, amit lehet élni, az a fontos, hogy higgyünk ebben. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható, a kutya és a gyermek. A kutya jelentheti az ő hűségét, a gyermek pedig az ő ártatlanságát. A kutya és a gyermek jelentheti a barátokat is, itt lehetnek új kapcsolatok, új barátok. Az is lehet, hogy lesz egy új irány, egy új kezdet, és nagyon barátságos veled szemben. Amit a gyermek még jelentett, természetesen a gyermekeket és a barátokat a gyermekek környezetében. Az ő érzelmeit bal oldalon látjuk. Ez a férfi áll a középpontban. Minden körülötte kering. Ott van mellette a ház, kell számára a biztonság érzete, vagy ő szeretne valamit kiépíteni. Ez hasonló, mint a mula, holtház, az alapok, a gyökerek. A ház jelentheti az ő otthonát, vagy a te otthonodat. Lehet, hogy lesz egy meghívás, vagy ő akar meglátogatni téged, vagy tervez veled együtt valamit, egy közös otthont, vagy valaminek a kiépítését. Amit a ház még jelentett, ezek a családi kapcsolatok.
ott van a gyermek is a jóslásnál, ezek lehetnek kapcsolatok a gyermekekkel. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható. A jeges medve az jelentheti az ő élet erejét, ő be akarja bizonyítani magát. Lehet, hogy a munkahelyen, hiszen a horgony az gyakran a munkahelyet jelenti. Persze a biztonság érzetét is, ahol le lehet horgonyozni. Amennyiben munkáról van szó, előfordulhat, hogy a medve a főnököt vagy a főnöknőt jelenti. Hiszen a medve gyakran egy személyre utal, akinek szava van. Lehet, hogy valaki megpróbál uralkodni felette vagy feletted, parancsolgat neki vagy neked, és itt lehetnek még problémák, ahol majd ő azt közli, te ártatlan vagy, bizonyítsd be magadat, védd magadat. Mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán, a rovásírás és az E betű. Most töprenghetünk azon, mit jelent az E betű. Ha neked valami eszedbe jut, nyugodtan leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. Ami nekem így eszembe jut, Elemér, vagy Erika, mint helység Eger, és mint fogalom Egres jutott eszembe. A régi írásmód középen van, úgy tűnik, minthogyha ő el akarta kerülni valamit vagy valakit, de nem tud elrohanni az események elől, hiszen ott van ez a két kis vonal, és ebbe beleütközik. Tehát vannak kihívások, amit meg kell oldania. Vagy ezek lehetnek találkozások is. Ha ez veled együtt történik, akkor lehet, hogy együtt találtok majd itt egy kiútat, vagy egy megoldást. A napi kártya alul jobb oldalon látható, itt a tűz eleméről van szó, ami lelkesít, és megvan egy új irány, lesznek tevékenységek. Kezdetben vannak még nehézségek, ugyan? De mégis legyen meg a kitartás, hiszen el tudod érni a céljaidat, így lépésről lépésre. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!